Március első hetében érkezett egy amerikai delegáció a Nyíregyházi Egészségügyi Karra. A Louisville Egyetem hallgatói minden második évben eljönnek városunkba szakmai tapasztalatcserére. A 14 hallgató és a velük érkező dékán részére olyan programsorozatot állítottak össze, amelyben vannak visszatérő helyszínek, valamint összegyűjtötték azokat a speciális kéréseket, ami a hallgatókat szakmailag a leginkább érdekli. Mindenféleképpen szeretnének ellátogatni a Periféria Egyesülethez, hogy megismerkedjenek az utcai szociális munkával, illetve majd a Nyíregyházi Családsegítő Központba is ellátogatnak. Ott ugye, ami érdekli őket, az az óvodai és iskolai szociális munkának a területe. Ez most azért lesz egy érdekes és izgalmas dolog, mert hogy ez Magyarországon most indul Isten igazából, náluk meg több évtizedes hagyománya van, úgyhogy most a kollégák leülnek és eszmét tudnak cserélni, hogy ez hogy is működik. Tehát mindig úgy állítjuk össze a programot, ahogy ők esetleg kívánják. A delegáció tagjai a szakmai programok kapcsán a Periféria Egyesületen túl ellátogatnak a Városházára, a Csodavárba és az Esélycentrumba is. A vendégek ezentúl megismerkednek az egyetem hallgatóival is, akik egy városnézés keretében bemutatják a nyíregyházi látnivalókat. Mivel még soha nem jártunk Magyarországon, itt célunk, hogy megnézhessük az országot, megismerkedhessünk a magyar történelemmel, kultúrával, valamint az ország egyéb értékeivel. Mivel mi is szociális munkások vagyunk, így ennek a tanulmányútnak a segítségével szeretnénk összehasonlítani a szociális problémákat Magyarországon és az Egyesült Államokban. Illetve tapasztalatot szeretnénk gyűjteni arra vonatkozóan, hogy milyen megoldási javaslatok vannak ezekre a problémákra. David Jenkins elmondta, céljuk, hogy az amerikai hallgatók új ötleteket szerezzenek bizonyos szociális problémák megoldásához, illetve hogy a bevált gyakorlatokat ők is megtanulják alkalmazni. Hozzátette, hasznos tapasztalatot szeretnének szerezni azzal kapcsolatban is, hogy Magyarországon milyen megoldásokat alkalmaznak a hajléktalanság, a szegénység és az utcai szociális munka terén.